wish I could find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. Hallihó! Húsvét vasárnap van, és arra gondoltam, hogy felveszek ma nektek egy itthoni napi vlogot. Tartsatok velem! Eredetileg nem terveztem az ünnepek alatt filmezni, de aztán valamiért újra néztem a legesleg első videót a csatornán, ami egy húsvét vasárnapi vlog, vagy hát egy ilyen rövid hangulat videó a karanténból, és azt annyira jó érzés volt újra nézni, látni megint, hogy úgy döntöttem, hogy mégiscsak filmeznék. Azért is, mert a tesóm most Olaszországban önkénteskedik, de hazajött húsvétra, és mivel ritkábban látjuk mostanában, úgy gondoltam, hogy jó lenne megörökíteni ezt az együttlétet is. Egyébként, amikor kicsik voltunk, mindketten gyűlöltük a húsvétot, főleg a locsolkodást, de már azt is, hogy szombaton lesni kellett, hogy ki tesz fenyőágat, kinek és mennyit, és a tojásfestést azt szerettük, úgyhogy az a hagyomány meg is maradt, de a locsolkodást azt a szívből gyűlöltük, és hát nyilván most, hogy felnőttek vagyunk, teljesen más az egész, de majd aztán kíváncsi leszek, hogy Leóval ezek a dolgok hogy alakulnak, és milyen hagyományokat viszünk tovább. Idén ugye még kicsike, úgyhogy ez annyira nem aktuális, de tojást azt fogunk ma festeni. Viszont most fel fogok öltözni, és megyek palacsintát készíteni, mert ugye vasárnap van, a fiúk már játszanak, labdáznak, és úgy néz ki, hogy nagyon szép idő van, úgyhogy remélem, hogy jó napunk lesz. Egyébként Leo mostanában ilyen 7-7-kor szokott kelni reggel, eléggé korán, de ma ugye kellett állítani, vinni az órát, úgyhogy már 8:30 van, úgyhogy magunkhoz képest kicsit meg vagyunk csúszva a reggelivel, úgyhogy megyek is. Thank you.
got time on our side. When I stay at home, I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise that we. Hazaértünk a sétából, és közben rájöttem, hogy a fenyőágazás, amit az intróban említettem, lehet, hogy nem mindenki számára egyértelmű, hogy az mi is. Úgyhogy arra gondoltam, hogy mesélek nektek egy kicsit erről a hagyományról, hogy ez nálunk hogyan is néz ki, vagy hát hogyan nézett ki az én gyerekkoromban, mert most annyira azért nem vagyok képben vele. De ez úgy volt, hogy szombaton este, már így szürkület után a fiúk eljártak a lányos házokhoz fenyőágat tenni, általában az ovistársaknak vagy osztálytársaknak, és vagy egy ágat tettek, vagy kettőből boltívet, és aztán az igazán nagy szám, ami az én gyerek vagy fiatalkoromban már annyira nem volt divat, de amikor anyukám volt lány, akkor igen, az volt, hogyha egy fenyő tetőt tettek, az már a komoly kapcsolatokban volt szokás. És akkor az a rész, amit mi a tesómmal nem szerettünk, az volt, hogy nem hagytak cetlit vagy aláírást az ágakon, hogy ki tette és kinek, hanem nekünk kellett az ablakból leskelődni, és megjegyezni, lejegyezni, hogy ki járt ott, és számon tartani, hogy kinek tehették, mert hogy aszerint festettük aztán a tojásokat, meg készítettük a csomagokat. És hát elég nagy a kerítés a szüleimnél, de a fénykorban, amikor abban a néhány évben, amikor a tesómmal mindketten kaptunk fenyőágakat, akkor ez akár 30 fenyőt is jelenthetett, ami azt jelentette, mivel 3 tojás járt abban az időben egy fenyőágért, hogy voltak olyan évek, amikor 100 tojást is festettünk. Erre vasárnap délután került sor, átjöttek olyankor a nagyszülők, a nagymamák besegítettek a tojások festésébe. Ezt növényekkel, harisnyával csináltuk, majd meg fogjátok látni, és anyukám addig készítette a vacsorát, ami általában bárányhús volt rántottával, ma este is az lesz, és addig a férfiak kártyáztak.
besegítettünk már mi is a tesómmal a tojásfestésbe, a cérnakötözésbe például, amikor már nagyobbak voltunk, és én azt a részét szerettem, a tesóm nem annyira, de azért 100 tojás, úgyhogy egy idő után eléggé unalmassá vált. Viszont amit nagyon nem szerettünk, az a hétfő volt, a locsolkodás, mert hogy minimum 30, de mondjuk 40 vagy 50 fiúcska akkor eljött hozzánk, és mindegyikük ugye meglocsolt a nem mindig kellemes illatú parfümjével, és hát az első óra után már fájt a fejünk a különböző szagoktól, úgyhogy azt a részét nem szerettük. De a fenyőágakért cserébe csomagokat készítettünk, amiben textil zsebkendő volt, 3 tojás, ahogy mondtam, és pénz, és ugye azért is volt fontos tudni, hogy ki tett fenyőágat, mert aki nem, az csak 1 tojás kapott, és kevesebb pénzt, úgyhogy jól el kellett találni, meg kellett tudni, meg hát azért ugye presztízs kérdés is volt, hogy kinek hány fenyőága van, vagy ezt azért úgy a vakáció után megbeszéltük, de mindezzel együtt azért nem, a húsvét az úgy nem a kedvenc ünnepeim között maradt meg. Valószínűleg ebben benne van az is így utólag, hogy én azt érzem, hogy ez egy nagyon mint kicsit minden ünnepünk, a nőknek több munka, ugye elvileg most is volt egy hosszú hétvége, de anyukám egy csomót főzött, meg sütött, meg takarított, úgyhogy nyilván ebből nem tudom, 10 éves koromban annyira sokat nem érzékeltem, de most így felnőtt fejjel azért ez is bennem van, de örülök, hogy együtt van a család. És ha már itt tartunk, most megyünk is át ebédelni a szüleimhez. Thank you.
wish I could find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Do you feel that we got something strong? And I saw you walking the line, and the truth may come as a surprise. That with you I feel alive. You'll be the last one I think about. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire, I want you. Négyféle festéket készítettünk kurkumával, céklával, lilakáposztával és hagymával, és benne fogjuk hagyni a tojásokat éjszakára, de majd mutatom, hogy milyenek lettek. Ilyenek lettek a tojások, ezek a kékesek a lila káposztával. Ezek vannak a hagymával, ezeket már tudtuk. A cékla az nagyon halvány lett, ilyen rózsaszínes. És a kurkumások azok nagyon halvány sárgák lettek, de nagyon kevés kurkumánk is volt, úgyhogy majd jövőre előre gondolkozunk és szerzünk be többet, de amúgy jók lettek. Itt fogom
fogom lezárni ezt a videót. Tegnap a tojásfestés után egyébként sem történt már sok minden, csak lefektettük Leót. Egyébként nem tudom, hogy feltűnt-e nektek, egy ideje már áttértem a fényképezőgéppel, nagy kamerával filmezésre a telefon helyett, és ez az első vlog, amit így vettem fel, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy észrevettetek-e különbséget, tetszik-e, amit láttok, mert én mindenképpen arra szeretnék törekedni, hogy minőségben, technikailag is fejlődjek, és egyre filmszerűbb, szebb videókat készítsek nektek. És ha már itt tartunk, szeretném ezúton is megköszönni a kis Patreon családomnak a támogatásukat, ugyanis abból az összegből, amit ott szépen összegyűjtögettem, sikerült új mikrofonokat venni, hogy a hang is jobb legyen. Úgyhogy még egyszer nagyon-nagyon-nagyon-nagyon köszönöm nekik, hogy itt vannak, meg nektek mindannyiótoknak is köszönöm, hogy itt voltatok, megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! A lelkes vagy, ezt a világ, de legközelebb nem jó? Évből évre egyre lelkesebb vagyok.